Augusztus közepén a honvédelmi miniszter jelenlétében adták át a Kratochwil Károly Honvéd Középiskola és Kollégium Vitéz Miketz Kálmán tagintézményét. Szeptemberben 24 fiatal költözik be a Nyíregyházi Egyetem kijelölt kollégiumába. Itt katonai napirend szerint töltik a mindennapjaikat a diákok, de nem katonai kiképzés vár a fiatalokra, mondta Horváth András alezredes, az intézmény vezetője 35 perc című műsorunkban. Nálunk, ami specifikum, mivel honvéd kollégium vagyunk, hogy honvédelmi alapismereteket fogunk tartani nekik, illetve a honvédségből fakadóan nem erőltetve, de rászoktatva a növendékeinket a mindennapi sportolásra, amihez a Nyíregyházi Egyetemtől hatalmas segítséget kapunk, illetve minden nap angol nyelvi felkészítés és informatikai képzést tudunk biztosítani a növendékeink számára. A jelentkezőket idén az összes nyíregyházi iskolából fogadták. 2022 őszétől viszont csak olyan intézményből várják a diákokat, ahol van honvédelmi alapismeretek képzés. Áprilisban kezdtünk neki magának a szervezési feladatoknak, azt a 25, jelen pillanatban 24 növendékünket, abból a kettő iskolából, ami meghatározásra került számomra, a Vasvári Pál Gimnázium, illetve az Ötvös Gyakorló, nem tudtuk volna összeszedni, tehát kértem engedélyt arra, hogy Nyíregyháza összes középiskolája felé nyithassunk, és úgy hirdethessük meg a Honvéd Kollégium megindulását, amire engedélyt is kaptam, hogy bárki jelentkezhet, aki gimnáziumi, illetve szakközépiskolai képzésre jelentkezett a város bármelyik középiskolájában. Így 8 iskola az, amely majd biztosítja nekünk a növendékeket, de a következő évtől kezdve csak azoknak a jelentkezését fogjuk elfogadni, amelyik Nyíregyházán olyan középiskola, ahol a honvédelmi alapismeretek tantárgy, közismereti tantárgyként tanítva lesz. Ez a Vasvári Pál Gimnázium, az Ötvös Gyakorló, a Vásárhelyi Pál, de mindenki úgy ismeri, hogy az Évis, illetve az Abigail több célú iskola lesz majd. Az egyetemi kollégiumi épületben 300 férőhely van. Hosszabb távon szeretnék a teljes intézmény megtölteni diákokkal.